sziasztok, Jézusbától kaptam egy TikTokos vagy pikpakos videót, amelyben egy nehéz gyakorlatot mutatott meg. Kipróbálom, mert anyukám ebből 5 percet szokott csinálni. Állítólag, hogyha 15 másodpercnél többet csinálsz, akkor már nagyon jó vagy. Így kell tartani. 15 másodpercig. Szerintem tízebb ezek közben. Vagy csak tartsam. Mehet tovább. Hát szerintem nem mutatlak tovább titeket. Sziasztok, jön a május 7-i csütörtöki edzés. Ugyanúgy, mint kedden, 20 munka, 20 pihenőbe fogsz dolgozni 6 körön keresztül. Kettesével lesznek a gyakorlatok azonos izomcsoportra. Az első kettes gyakorlat állíghúzás lesz. És gyűrű. Tehát megfogtam a táskámat, szűken fogom, könyökömet emelem, teljesen függőleges a törzsem, stabilizálom, és húzom fölfelé olyan magasra a könyökömet, amennyire tudom. Tehát egyenes törzsel, és húzom fölfelé. Megvan 20 másodperc. Nagyobb eszközzel dolgoz, ezt azért vettem elő, hogy szabályosan be tudjam mutatni. Tehát magamhoz zárom a felkaromat teljesen, fölemelem a kezem, és visszazárom. És egyik oldal, másik oldal. Itt is teljesen stabil a törzs. Második gyakorlatpár, homorítás és csípőemelés hanyatfekve. Tehát hasra fekszel, most kivételesen derekadra teszed a kezed, emeled a törzsöd és emeled a lábad. Amikor emelem a lábom, akkor szétnyitom. Meg vagy a 20 másodperccel, átfordulsz, talpon alá, kézzel stabilizálsz és nyomod fölfelé. Harmadik páros gyakorlat, főrész jobb kézzel, illetve bal kézzel. Ha nem terpezve állsz, lehetőleg nyújtott kézzel megtámaszkodsz a térdeden, ha nem kényelmes, akkor széket használsz, és folyamatosan húzod fölfelé, hátad egyenes, és folyamatosan húzom a bornához. Megvagyok, pihenő után folytatom a másik oldallal. Negyedik páros gyakorlat hasizom lesz. Annyit fekszel, ugyanúgy, mint a csípőemelésnél, behúzod a sarkadat, kezed, ahogy már tanultuk, térdmagasságába, és annélkül, hogy letedd a lapockádat, folyamatosan mész jobbra, balra. Amikor megvagy, pihenő után, felemeld a lábad, meg is stabilizálod magad a kezeddel, és jobbra-balra csinálod az ablaktörlőt. Ötödikként a mellizmot dolgoztatjuk meg, táragatás lesz térden. Tehát összezárod a két kezed, elhelyezkedsz térden, és nyitsz, és zársz folyamatosan. Megint csak, ha nehéz a gyakorlat, magasabban van a feneked, és úgy csinálod, az a lényeg, hogy a kezeddel húzzad, ne a seggedet emeld. Megvagy, vagy ott fekszel, megfogod a kis táskádat, és enyhén behagyod a könyökkel, fogom, beteszem a hasamra, kinyomom, és vissza. Tehát úgy, mint hogy egy pulóvert húznál föl. Hatodik páros gyakorlat, egy lábra rukolás jobb, illetve bal lábbal. Beállsz, egyik lábat tehermentesíted, és szépen megérinted a talaj. A láb hajlik, nem csak törzsből mozgok, hanem hajlítom a lábat, lemegyek és föl. Folyamatosan megvan a csipogás és pihenő után, megy, akkor két kézzel csináld, úgy stabilabb vagy. És a végén megdolgoztatjuk a karokat, kétszer tudod megpakolod súllyal, egyenesen beállsz, és folyamatosan váltott kézzel csinálod a karhajlítást. A könyököm nem mozog hátra, tehát kicsit még előre is megemelem, és dolgozok vele folyamatosan váltott kézzel. Fej előre néz, nem gyönyörködünk benne, milyen szépen dolgozom, hanem folyamatosan nézek előre. Stabilizálom a törzsem. Meg vagyok. Székre megtámaszkodok. Párhuzamos tengerrel, és csinálom a hátsó fekvő támaszt szűken.
minél jobban próbálom kinyújtani a lábom, ha megy, ha nem, akkor behajlítom, és folyamatosan 6 körön keresztül ezt is 20 másodpercben. És ha megvagytok, egészségetekre!